Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdióban Balatyinősítő Margitot, a Madarászín Egyesített Óvoda intézményvezető helyettesét. Én is köszöntöm a televízió nézőit. Beszélgetésünknek egy szép apropója van, hiszen az elmúlt napokban több olyan alkalommal voltunk, amikor elűztük a telet és vártuk a tavaszt. Hogyan értékeli ezt a farsangi időszakot az óvoda életében? A tegnapi nappal lezárultak a farsangi ünnepségek az óvodáinkban. Mindegyik csoportban megvalósult, a gyermekek jelmezben öltöztek és elűzték a telet. Csatlakoztunk a Szent Pál Marista általános iskolának a farsangi felvonulásával, nagyon sok óvodásunkkal, illetve a kertvárosi részen már hagyományt alakítottak ki, építettek ki a szimóvodások, hiszen ott is megtörtént a farsangi felvonulás, és ott pedig részt vettek a Kiskulcsosi általános iskolából is a gyermekek és pedagógusok. Tehát akkor már rajtuk nem múlik, hogy itt legyen a tavasz, de beszéljünk arról, hogy milyen tavaszi programokkal várják az óvodásokat. Minden óvodának meg lesz, gondolom, a programja, egy picit tekintsük át. Valóban, mindegyik tagovoda ugye az ő programja szerint megvalósítja a következő időszaknak a programjait. Néhányat ki szeretnék ebből emelni időrendi sorrendben. Először a szimóvodát szeretném kiemelni, hiszen ő a Jász-Nagykun Szolnok vármegyének a zöld óvoda bázis intézménye, és két programot szerveznek márciusi időszakra. Az egyik program március 7-én lesz, ott a zöld óvodákat, illetve azokat az óvodákat várják, illetve óvodapedagógusokat, akik még nem rendelkeznek ezzel a címmel, de szeretnének majd pályázni. Három téma lesz felajánlva ezen a szakmai délelőttön. Az egyik a fenntarthatóságra nevelés és az ökológiai fontosság az óvodában. Egy új kezdeményezés a beporzók napja, illetve a nap energiájáról lesz szó. Utána, ami már hagyomány az intézményünkben, március 20-án lesz az öltöz zöldben flashmob, ahol a múzeumparkba várjuk azokat a óvodásokat, illetve általános iskolásokat, akik szeretnék köszönteni közösen a tavaszt. Azt hiszem, hogy akkor várhatjuk tényleg a tavaszt. Viszont utána már lassan elkezdődnek a húsvétra készülődések, anyáknapi ünnepségek. Ezek is biztos meg lesznek idén is tartva. Természetesen mindegyik tagovodában a húsvét, illetve az anyáknapja. De folytatnám a szakmai programjainkkal, hiszen áprilisban is nagyon-nagyon sok programunk lesz. A Madarász Imre Egyesített Óvoda pedagógiai hetet fog szervezni a pedagógiai hét keretén belül. Első alkalommal a Túl az Óperencián intézményünk Mesevarázs munkaközössége rendez gyermekeknek mesedélelőtöt, ahol óvodás gyermekeink egy bizonyos mesét dolgoznak feljátékos formában. Ezzel nyitódik a Madarász Imre óvodának a pedagógiai napja, vagyis hete, és utána számos bemutató foglalkozást fogunk tartani érdeklődő kolléganőknek, illetve előadásokat, és a Jász újra alkotó kiállításunk is meg fog nyílni a hagyományokhoz híven. Nagyon fontos esemény lesz számunkra a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanácsnak szakmai napja, ami április végén fog megvalósulni. A tehetséggondozó műhelyben dolgozó kolléganőknek, illetve bárki más óvodapedagógus kolléganőnek ajánljuk föl ezt a szakmai délelőttöt. A térségünkből is szoktak ilyenkor érkezni pedagógus kollégák. A digitális kompetenciák fejlesztési lehetőségei a tehetséggondozásban címmel lesz. Lesznek neves szakmai előadóink, illetve mi is be fogunk mutatkozni, mint tehetséggondozó intézmény. Jelenleg hány tehetségcsoport működik az óvodában? 22 tehetséggondozó műhely működik az óvodánkban, a vizuális tehetséggondozástól kezdve az ének, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, tehát a hét gárdeni terület teljes mértékben megjelenik az intézményünkben, és ezek a
megosztások, amikor átadjuk a tapasztalatainkat, ismereteinket, nagyon-nagyon jó alkalom a belső hálózati tanulásra, illetve a tudás átadására, úgyhogy erre a napra is nagyon-nagyon készülünk. Én ehhez nagyon jó munkát kívánok, sok kis érdeklődő, kis tehetséges gyermeket, és azt, hogy a szülők minél aktívabban kapcsolódjanak be ezekbe a programokba. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Mi pedig köszönjük nézőinknek a figyelmet.